Egyébként a Bebuknak volt több ilyen olyan mondata, amit csak Hitler használt ezelőtt utoljára, és akkor felmerül a kérdés, hogy ezek véletlen elszólások, és ennyire nem ismeri a történelme, vagy itt tényleg megváltozott valami, mert amit ő most mondasz, így kívülről nézve teljesen logikus, hogy ezben egy csomó minden fasizmus, miközben meg a szemünk előtt zajlik, meg ebben élünk, és ugye mindent azzal kennek el, vagy azzal magyaráznak, hogy meg kell akadályozni, hogy Oroszország ilyet büntetlenül tudjon csinálni, és a nemzetközi jogba nem fér bele az, hogy egy ártatlan ország ott lerohanjanak az oroszok, és megváltoztassák a határokat. Képzelje, Tamás, csak képzelje. Én egybe vettem mindig a, szinte minden nap az ukrán sajtót, az ukrán propagandát, az orosz sajtót és az orosz propagandát. Elképesztően hasonlítanak egymásra a fogalmak is. Tehát az orosz sajtóban az jelenik meg, hogy a kelet-ukrán populációt ott ugye Donyecket már 9. éve lövik meg a Luganszki köztársaság bizonyos településeit, több ezer halottja van, civil halottja ezeknek az akcióknak, már lakótelepeket lőnek egyébként. Tehát ezt lehet látni, ez dokumentálva van, ezt mindenki tudja, csak nem jön át az európai propagandába. Na de ettől létezik, amit az oroszok népirtásnak neveznek. Viszik az anyagokat az ESZ-be, követelik, hogy a népirtás tényeit vizsgálják ki. Én most nem tudom, hogy ez beleillik a népirtás fogalmába, vagy nem illik bele. Csak azt jelzem, hogy itt mind a két oldalról, mert ugye ez végső soron egy orosz nyugati háború, tehát az ukránok itt áldozatok, félreértés ne essék, én ezt már hangsúlyoztam, és újra mondom, én mit támogatom a ukrán menekülteket is, mert látom, hogy itt megy a háború, tényleg. De azt mondja, hogy az ukrán nép sem akarja. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki, bár több mint 100 000 halottja van Ukrajnának, hogy akarják az ukrák anyák, hogy további 100 000 ember meghaljon, nem tudni miért. Hát ott oroszok laknak, oroszok. Az a terület, az attól lett most orosz, hogy a háborút végül is bevitték Oroszországot ebbe a háborúba. Ez nem volt kötelező, tehát ez nem, azt mondják, orosz invázió. Elsőnek írtak, persze, hát ez egy orosz invázió, de nem egy aktorú a sztori. Itt több szereplős történet van. Emlékezhetünk, hogy körülbelül tavaly ilyenkor ugye Putyinék, tehát Oroszország egy NATO jegyzékkel fordult, hogy mit kérnek a NATO-tól. Most itt el is mondtuk, hogy egymás... Gyakorlatilag nem reagálta rá semmi. Nem reagáltak, vagy kinevették, gúnyol, de Blinken járt az élet. Ez valami fanatikus őrült egyébként. Mert messze van onnan. Tehát ő nem látja ezt a mérhetetlen szenvedést, amiben Ukrajna van. És nem csak Ukrajna. Az orosz nép, a szankciók, és ez terjed Európára, egy világgazdasági összeomlás. Három névre hivatkoztam, akik nem kommunisták, hanem a túloldalon állnak, ugye? De egy negyediket nem mondtam, a Jeffrey Sachsot, aki ennek a neoliberális gazdasági rendnek a rendszerváltás periódusában már a megtervezője volt. Hát az is üvöltözik az egész őrület ellen, mert látja, hogy összeomlik az a gazdasági világrend, aminek ő az egyik ilyen építőmesterének tekintette magát. És látja, hogy ennek vége. És látja, hogy hogyan építik át a piacokat, és hogy teljesen értelmetlen leváltani Európában az olcsó orosz olajat a drágább amerikai, vagy nem tudom milyen olajért és gázért, hogy mire megy ki, miért kellett ezt a háborút kirobbantani. Mindenfélnek szól, ez nem a Putyin rendszer védelme. És ugye itt van a dollárnak a kérdése, hogy ugye eddig a petrodollárnak az egyeduralma azért egyértelmű volt. Most azért érdekes módon Kína már pont a napokban Szaúd-Arábiával kötött egy megállapodást. Tehát minthogyha azért, ha mérlegre tesszük a dolgokat, akkor a globális dél, vagy a kelet, az erősebben jönnek ki ebből a konfliktusból. A globális dél, a Ázsia, Oroszország, nyilvánvaló, hogy azt a világrendet, amit egyedül az Egyesült Államok akar meghatározni, abban már nem kér. Van olyan erős Kína gazdaságilag, Oroszország katonailag, Afrika,
egyes területei is gazdaságilag felemelkedőben vannak. Főleg kínai támogathatnak, úgy van, orosz és kínai. Fellázadtak, és most már valóban egy új világrend kialakításáról lesz szó, de hogy ez mibe kerül, azt még nem tudjuk. Csak ezzel kapcsolatban még egy mozzanat, ami ezzel az új világrenddel nagyon összefüggésben van. Hol vannak itt a népek? Ki szavazta meg ezt az egész őrületet? Ki szavazta meg a szankciós politikát? Ki választotta oda a Van der Leyen nevű hölgyet? Ez valaki? Mi ez? Tehát közben meg működik, tehát lerombolják a polgári demokrácia hagyományos építményét is. Tehát nem veszik észre, hát talán a fiatalok észreveszik, az idősebbek nem, hogy az a polgári demokrácia, amit itt 89-re hív, ez már Nyugat-Európában sincs. Hát működik a cenzúra. Hát nézem a tévénbe, azt mondja, hogy mostantól nem valami orosz adás jön, hanem ukránra cseréli. Mi van? Tehát én nem azt fizettem. Tehát itt a fejünk fölött rendelkeznek őrült emberek, és minden természetesnek tűnik, mert a népek ülnek, és nem értik, és hallgatnak, és végig szenvedik, hogy mi lesz majd most a szankciók következtében, amikor majd tényleg elszabadul a gáz és olaj hiány, mert még nem történt semmi. Hát még tele vannak a tartalmak, amikor ez majd elfog. Hónapok múlva. Amit ezzel párhuzamosan látunk, hogy itt van a Nyugat, ahol egy ilyen pénz alapú gazdaság működik, és ott van mondjuk Kína, ahol tényleg az iparra épül a gazdaság. És hogyha egymás, és az a Oroszországban is azt látjuk, hogy azért a nyersanyagra épül a gazdaság, és bármilyen nehézségek vannak, azért nem tűnik úgy, mintha Oroszország ne tudná eladni a nyersanyagait. Lehet, hogy most kevesebbet ad el duplán, de az egyenleg az... Oroszországot rákényszerítik arra, hogy önellátó legyen újra egy csomó dologban. Tehát korábban az orosz oligarchikus burzsoázia a néppel szembeni legárulóbb módon kivitte a pénzvagyonokat a nemzetközi pénzpiacokra. Mérhetetlen károkat okozva ezzel az orosz gazdaságnak és az orosz népnek. Na de most fordul a kocka, mert most már nem tudja kivinni, sőt most már azért harcol, hogy hadd hozza haza, ami még kint volt. Tehát nyilvánvalóvá válik, hogy ez az egész új világrend, ami kiépül ez a pénzpolitikában, a dollár szerepének megváltozásában is ki fog fejeződni. Tehát föl fog értékelődni valamilyen értelemben megint a helyi valuta. Csak az a rossz, és mindig arra szoktam utalni, hogy most a nemzeti kapitalizmusok, vagy a globális kapitalizmus a jobb, majd amikor erről elkezdenek vitatkozni, akkor azt mondom, hogy hát ez az igazi zsák. Ugyanis meg kell mondjuk, tehát a hallgatókat nem szabad félrevezetni. A kapitalizmusnak nincs alternatívája, illetve csak egyetlen alternatívája van, a szocializmus. Más nem jött létre. Tehát nem szabad utasságokat, vagy ha alternatíva van, az, ami létrejött az utolsó pár évszázadban a szocializmus, vagy nincs.